zenekar vagytok számotokra, ez mit jelent? Nyilván nem a Beatles árnyékában játszotok, hanem ez valami hatalmas plusz. De felelősség? Vagy hogy álltok ehhez hozzá? Mit vár tőletek a közönség? Mindig felelősség egy anyazenekarnak a zenét játszani, vagy vannak olyan zenekarok, mi például nem tartozunk közéjük, akik meg is testesítik őket színpadon, az még egy színészi kihívást is jelent. Mi leginkább a zeneileg nagyon ragaszkodunk az alapokhoz, de mindenképpen saját magunkat akarjuk adni a színpadon, és a közönség reakciói szerint ez sikerül is elég jól. Ez a 60-as évek beli felállás most itt teremne, ugyanúgy a kis gomba frizurájukkal, meg a ruhájukkal, akkor most is próbálnának minél többféle zenei impulzust összeszedni, és egy ilyen nagy olvasztó tégelybe az egészet belerakni, hogy aztán valami egyedit hozzanak ki. Biztos vagyok benne, sőt, szerintem John Lennon lenne a legfogékonyabb arra, hogy az underground stílusokból kicsit mazsolázzon, és ahogy te mondtad, hogy egy olvasztó tégelybe belerakná, és valami újat lehet, hogy ki tudna kavírnyálni. Paul McCartney és Ringo Starr a mai napig turnézik, a mai napig kreatív munkát folytat, lemezeket vesznek föl, és persze nyilván próbálnak a világgal lépést tartani, meg a világ zenei életével, de azért megmaradtak a saját stílusuknál, tehát sosem távolodtak el nagyon tőle, csak amikor éppen a 80-as évek megkívánta a szinti popot, vagy éppen a 90-es évek a grunge-ot, vagy a 70-es években egy kicsit a diszkóba talán belekóstoltak, de mindig maradtak a saját egyéniségük és a saját egyéni kreatív, teremtő környezetükben. Egyébként ennek az együttesnek a titka az, hogy még a mai napig születnek olyan termékek, pólók, amiket a fiatalok szívesen felvesznek, és úgy érzik, hogy ez egyfajta menőséget jelent. Tehát mi az, ami még mindig a bűv körükben tudja tartani az embereket? Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem nagyon összetett a válasz erre. Benne van persze a marketing, a legendák, most ugye megjelent egy új film szeptember közepén, és ezek mind-mind életben tartják, attól függetlenül, hogy annak idején, a 60-as években a Beatles az tényleg egy nagyot alkotott, és tényleg olyan dalok születtek, amiket a mai szakma is tisztelettel emlékezik, amikre a mai szakma is tisztelettel emlékezik, és tisztelettel hozzák föl példaként. She's standing right in front of me.
az, hogy a közönség öntudatlanul is ki volt éhezve arra a zenei élményre, amit ez az együttes tudott nyújtani. Azért kérdezem, mert hogy ugye nagyon sokan vannak, akik az egész életüket felteszik arra, hogy halhatatlanná váljanak. Ők meg gyakorlatilag egy évtizedig fennálltak, és mintha csuklóból jött volna ez nekik. Hát ez nem egyik napról a másik napra történt, ahogy ezt egyébként a filmben is mondják, hanem ez 2-3 év alatt alakult a kis kezdő zenekarból egy hatalmas ilyen Beatles mániává világszerte. Egy nagy változásra volt szüksége az egész nyugati világnak zeneileg, mert akkor még a amerikai teeny pop volt az, amit minden rádióban adtak, és valami lökés kellett a világnak. Vállaltátok ezt, hogy a Beatles zeneszámokat elhozzátok újra és életben tartjátok ezt. Mondjuk a környezetetekben, a szülőknek, a nagyszülőknek a generációja hogyan fogadta ezt? Nekünk van Budapesten egy hónapra megrendezett ilyen klubeseményünk, ahol mindig szoktunk játszani, és ott ilyen korhatár nélkül és maximális átfedéssel az unoka, a nagymamával és a szülőkkel együtt bulizik, úgyhogy minden korosztály ismeri, szereti, nagyon hálás feladata a Beatles zenét játszani. Sikerül megmozgatni az embereket, mert azért a magyarok egy kicsit feszélyezettek ebben a részben, tehát nem szívesen adják el a kis széküket. Abszolút, egyébként most látok egy olyan tendenciát így a magyar zenei életben, hogy az emberek megint egy picit talán elkezdenek most már koncertre járni, az élő zene megint talán elfoglalja majd persze még idővel a méltó helyét, de kezdenek az emberek rájönni, hogy az élő zenének igenis van varázsa.